Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Longauer Andrást hallhatják, ez pedig itt a legfrissebb adásunk, itt az Ultrahang Plus YouTube csatornáján, a stúdióban pedig ezúttal lemás a vendégünk, mint Tóth Betty, a közösségi média szakértő, akit nagy szeretettel köszöntünk. Köszönöm szépen a meghívást! Mielőtt a mai témánkba belekezdenénk, hiszen rendkívül érdekes pontokat kell ma is érintenünk, mindenképpen emlékeztetjük hallgatóinkat, hogyha még nem tették meg, érdemes csatornánkra feliratkozni, hiszen így akár a csengőgomb megnyomásával még értesítéseket is kérhetnek az újonnan feltöltött felvételeinkről. Ezen felül pedig felhívjuk figyelmüket a megújult támogatói felületünkre, amelyen keresztül, ha támogatnak minket, akkor mi az Ultrahang adásainak reklámmentes verzióját adjuk önöknek ajándékba, illetve akár még az Ultrahang közönség találkozók teljes vágatlan felvételéhez is hozzáférhet a teljes tárházukhoz. És hát akkor rá is kanyarodva a mai adásunk témájára, nem másról fogunk beszélgetni, mint a Telegram alapítójáról, illetve a Telegram körüli botrányról, illetve az ezzel kapcsolatos tágabb összefüggésekről és kérdésekről is, de talán indítsuk onnan a beszélgetést, hogyha esetleg valaki nem feltétlenül követte annyira szorosan itt az eseményeket, akkor hogy nézett ki az idővonal, mi történt pontosan, és hol tartunk most? Vannak azzal kapcsolatban ilyen konteók, hogy pontosan hogyan is tudták elkapni Franciaországban ugye Durovot, hiszen ugye Franciaországban tartóztatták őt le. Az egyik ilyen felvetés ezzel kapcsolatosan az volt, hogy lehetséges, hogy ő szerette volna ott magát feladni, mert tudta, hogy nem fogják akkor őt kiadni Oroszországnak. Olyan felvetések is vannak, hogy potenciálisan a barátnője hívta fel magukra a figyelmet, de az a lényeg, hogy őt elkapták ott a rendőrök, és azzal a váddal, hogy moderálás hiánya miatt olyan bűncselekmények tudtak megtörténni a közösségi, az általa működtetett közösségi oldalon, hogy muszáj őt érte felelősségre vonni, és jelenleg ezzel állott fent a hatóságok előtt. Gyorsan belekérdeznék, hogy az oroszok egyébként miért akarták Durovot, vagy hogy erről tudunk-e valamit? Azért kérdezem ezt, mert ugye az biztos, hogy az már egy közismert narratíva, hogy a nyugatnak problémái vannak most egy kicsit így leegyszerűsítve, a kicsit ilyen frázisokkal élve, a nyugatnak problémája van a Durovval, viszont ezek szerint akkor az oroszok sem biztos, hogy a legjobban kedvelték. Hogy kell ezt elképzelni? Van egy sajátos stílusa, nem tudom, hogy ez közre játszik-e ebben. Valószínűleg akkor nem láttad azokat a fotókat, amikkel ő bemutatott egyébként az orosz vezetésnek is. Ajánlom, hogy ezeket majd nézd meg a Google-ön. Egyébként a 444 erről egy nagyon szép cikket készített. Éppenséggel nem csak a nyugat szeretné rácsapni a hatalmát a Telegramra, és megfigyelni valószínűleg ezen keresztül az embereket. Az oroszok is ugyanezt meg akarták tenni, és erre Pavel Durov úgy reagált, hogy a középső ujját felemelte, és így megosztott magáról egy fotót. Ez az egyik, igen. Úgy tűnik, mintha egy orosz milliárdos, aki egyébként, bármint, hogy orosz is, de hogy orosz milliárdos, aki egyébként Putyinnak bemutat, az mintha a nyugatnak egy ilyen, hogy mondják ezt, ekte ideája lenne, aztán valahogy mégse kedvelik. Ez is egy furcsa elem szerintem. Azért nem kedvelik őt, mert nekik is bemutat. Én személy szerint pontosan ezt kedvelem benne, hogy nem akar egyikhez sem alkalmazkodni, de pontosan ezért lesz sokkal több ellensége is, mint egy olyan embernek, aki valamelyik oldalon állna. Hát akkor azt megtudtuk, hogy sem nyugat, sem kelet nem éppen a legnagyobb barátja, és akkor a mostani események kapcsán akkor rákanyarodva, ugye a legnagyobb vád, amivel vádolják Durovot, illetve a platformját, az az, hogy nincs moderáció, illetve hogy nem működik együtt a hatóságokkal. Na már most nyilvános információkból megerősíthető az, hogy a hatóságokkal való együttműködési hajlama az egyáltalán nem volt egy nagy része a személyiségének, sőt, ugye azzal kapcsolatban is vannak elemzések, illetve becsülések, illetve találgatások, hogy nagy valószínűség szerint a szabályzások elkerülése miatt még alul is adminisztrálják egyébként a felhasználói bázisát a Telegramnak, különösen az EU-n belül, direkt azért, hogy ne kerüljenek egy magasabb kategóriába, ahol több mindennek kell megfelelni. Ugye, ha jól tudom, az ügyvéd egyébként állította is, hogy egyébként ők megfelelnek a szabályozásnak, viszont hogyha ugye nem a megfelelő számokat tüntetik fel a papíron, akkor talán könnyű megfelelni. Te ezt hogy gondolod? Először is úgy gondolom, hogy az összes közösségi média platform vezetője valamiben szokott ferdíteni. Illetve, hogyha felelősségre vonásra kerül a sor, akkor mindegyikük vádig szokta azt állítani, hogy ők nem követtek el semmilyen jellegű hibát. Tehát ugye most mondtad, hogy a moderálás
okán is kapták őt el, hogyha még mélyebben és csúnyában szeretnénk ezzel kapcsolatban fogalmazni, ugye azt is írták, hogy bűnrészesnek gondolják őt abban, hogy gyermekekről készült, akár pornográf felvételeket tudtak ott megosztani. Szerintem ez azért egy erőteljes kifejezésmódja ennek az egésznek, ahhoz mérten, hogy egyébként nem is olyan régen még a Zuckerberget is hasonló miatt vonták felelősségre, hogy ugyanolyan beteges tartalmak tudnak megjelenni Instagramon is, de ő csak egy ilyen elhalványító filtert rakott teréjük, és megkérdezte a platformot nézegető emberektől, hogy kéretlen tartalom szeretné-e megnézni. Tehát ott sem az történt, hogy minden egyes beteges fotót vagy videót eltávolítottak. Illetve... Ezek szerint viszont akkor a bürokratikus vezetést ez meggyőzte, ez a funkció. Vagy hogy ezzel elérte talán Zuckerberg azt, hogy már békén hagyják, vagy? Én úgy tudnám ezt az egészet a lehető legátláthatóbban elmagyarázni a nézőközönségnek, hogy ahogy haladunk a nyugati igazgatóktól, a keleti igazgatók felé, annál inkább szélsőségesebb retorziókat alkalmaznak, még akkor is, hogyha ugyanarról a bűncselekményről beszélünk. Tehát a Metával kapcsolatban is már több százszor jelentek meg arról hírek, hogy bírósági eljárások folynak ellenük, mert éppenséggel kiadtak adatokat, és nem egy-két ember adatáról, több millió vagy milliárd ember adatáról beszélünk. A Zuckerberg akkor, őt miért nem fenyegették meg 20 év börtönnel, hogyha érted, mire célzok? A TikTok nem annyira szélsőséges, illetve a TikTok igazgatója sem annyira szélsőséges talán hozzáállásában, mint egyébként Durov, viszont ő sem akart teljes mértékben meghajolni a nyugatnak. Őt már az Európai Unió és az amerikaiak is megfenyegették, hogy ki lesz tiltva ugye ez az alkalmazás. Számomra az első pillanattól egyértelmű volt az, hogy ez nem fog megtörténni, mert akkor Amerikában zavargások történtek volna meg, hiszen ott már rengeteg ember ebből él meg. És végül ugye azzal is fenyegették őket, hogyha nem adják el a részvényeket, akkor is baj lesz. Aztán én már a saját tartalommegosztásomon keresztül is tapasztalom azt, hogy azért valamennyire alkalmazkodott az igazgató az Európai Uniós és az amerikai szabályozáshoz, mert például az én TikTok csatornámat most pont egy Pavel Durovos videó után tekerték le. És hogyha még szélebbre megyünk, bár itt a szélsőséges hozzáállást talán a Pavel már a saját szélsőséges hozzáállásának is köszönheti, hogy őt meg már börtönnel is fenyegetik. Nem tudom. Tehát nekem jelenleg az az álláspontom, és ez már tényleg csak az én véleményem, tehát ezt most nem szakértőként, hanem véleményként mondom, hogy én úgy érzem, hogy ez nem feltétlenül egy megalapozott letartóztatás, inkább ez egy politikai hacacáré. Ők azt akarják, hogy minden egyes platformra legyen befolyásuk, hogy minden egyes platformon tudják monitorozni az embereket. És itt mindjárt egy ellentétes példával fogok neked érvelni, hogy miért nem az emberek valós fizikális vagy mentális biztonsága tartja őket ebben a témában leginkább. Tehát itt is azzal érvelnek, hogy a gyermekek biztonsága, hogy mennyi bűnöző van, de akkor miért mindig csak azonnak közösségi média platformok igazgatóit akarják megcsapkodni ezért, akik egy olyan platformot vezetnek, ahol potenciálisan politikai ideológiák terjedhetnek, éppenséggel hétköznapi beszélgetéseket is folytathatnak az emberek, tehát meg tudják őket figyelni, illetve reklámozás is felmerülhet. Tehát a hétköznapunkba befolyó közösségi média szektort támadják csak. Tehát én emiatt alapozom meg azt, hogy ez egy politikai támadás. Míg, nem tudom, hogy hallottál-e az elmúlt hetekben arról a botrányról, hogy például a motherless.com felnőtt oldalon, ugye ártatlan utcai nőkről osztottak meg fotókat, és akkor feltüntették, hogy ezt a nőt megkínozhatott $200. Ez nem csak a motherless.com-on megy. Ez nem egy éve megy, már 13 évvel ezelőtt is beszámoltak ugyanilyen esetekről. Ezen oldalaknak az igazgatóit, ezek ugyanúgy nyilvános oldalak, mint bármelyik másik, és ráadásul nyilvánosan beszélnek arról, hogy pénzért megölheted ezt a nőt, akkor ezen oldalak igazgatóit miért nem viszik el? Én ezt az egészet
úgy látom, hogy csak is a politikai befolyás miatt akarnak nyomást gyakorolni, tehát én nem tartom erkölcsileg megalapozottnak teljes mértékben a letartóztatását és a 20 évre bebörtönözését Durovnak. Ugye egy folyamatosan visszatérő kérdés ezeknél a platformoknál, hogy nyitnak-e hátsó kis kaput. Ugye az van, hogy ha már megnézzük mondjuk például a Twitterből lett X platform kérdését, és ugye ott is nagyon sok esetben azzal vádolják az Elon Musk vezette platformot, hogy a nem megfelelő moderálás az, ami a probléma. Viszont ugye Elon Musk például válaszolt több alkalommal is nyilvánosságra hozta azt, hogy őt az állítása szerint őt megkeresték olyan ajánlattal, hogy nyilvánosan nyugodtan folytathatja ezt az image építést, hogy a platform szabad, csak nyissanak hátsó kiskaput a platformra, hogy bizonyos szabályozási lépéseket, illetve monitorozást be tudjanak vezetni. És hogy kontrasztot hozzunk, mondjuk idehoznék egy másik példát, hogy mondjuk más platformok esetében sem mindig működtek, például abban az esetben sem az elretett kísérletek, vagy mondjuk, ha már itt tartunk, mondjuk a gyermekpornográfia korlátozására tett kísérletek sem. Egyszerűen mondjuk említhetjük például az Apple példáját, aki korábban egy frissítésben az iCloud fotóknál hozott ki egy olyan frissítést, amely automatikusan leszkennelt volna minden fotót a készüléken, és az alapján egy létező adatbázishoz viszonyítva szűrte volna, illetve jelentette volna a hatóságok felé, hogyha valamilyen történik. A felhasználói reakció az nagyon kegyetlen volt, ezért az Apple visszakozott és visszavonta ezt a funkciót például, viszont arról ugye nem olvasunk híreket, hogy az Apple-t emiatt bármikor is felelősségre vonták volna, hogy a telefonkészülékein vagy a felhőszolgáltatásukba tárolnak ilyen jellegű anyagokat. Ennek kapcsán kérdezném tőled, hogy szerinted hol van a helyes határ, vagy a helyes megközelítés abban, hogy mennyire kell megnyílni egy platformnak a hatóságok felé, mennyire kell együttműködnie bizonyos törvényekkel, korlátozásokkal, és honnantól kezdődően válik ez egy politikai boszorkány üldözésé, hiszen azért abban talán az emberek többsége egyetérthet, hogy mondjuk talán a Durov-féle hozzáállástól egy picit azért lehet együttműködőbbnek lenni, legalábbis sokan így gondolnák. Te hogy látod ezt? Először a hozzáállásról beszélve, az a helyzet, hogy jelenleg ez a két szélsőség létezik a világunkban, tehát vagy teljesen meghajolsz, mert ezt várják el tőled, vagy pedig teljesen ellenállsz. Tehát az a baj, hogy nincs meg arra a lehetősége véleményem szerint Durovnak, hogy azt mondja, hogy jó, 10%-ban nektek adok igazat, 10%-ban együttműködök, mert ők valószínűleg nem 10%-ot várnának el, és akkor ezzel rá is térek arra, hogy ők politikailag mondjuk milyen cenzúrát várnának el. Egy olyan témát fogok példaként felhozni, amit ti itt már nagyon jól ismertek, az izraeli-palesztin konfliktus. Ugye már a háború első napján felszólították a Metát, hogy 24 órán belül távolítsanak el minden egyes dezinformációt a Meta összes oldaláról. Na most sajnos ez abban valósult meg, hogy mivel egyébként a Meta sem szeret egyébként túlzottan moderátorokkal foglalkozni, hogy az AI-ra bízták ezt a mocskos munkát, és az AI nem tudta megfelelően elvégezni. A buta szabályozásaiknak köszönhetően nem csak dezinformációs tartalmak, hanem hiteles információs tartalmak is eltűnnek a Meta különböző oldalairól, és először a Metáról beszélek, utána rátérek a TikTokra is. Úgyhogy hát itt szúrnám közben, hogy talán a hallgatók is érzékelhettek ilyeneket, amikor mondjuk teljesen ártalmatlan posztokat mondjuk mesztelen tartalom vagy szexuális tartalom igen. letiltásával flaggeltek meg, ugye ebből láttam én is többet, igen. Így van. Tehát teljesen agyamentnek gondolom ezt az egészet, és ők sem tudják a moderátorokat megfelelően alkalmazni, még őket sem vitték el ezért a rendőrök. És én, amikor az Európai Unióban voltam influencerekkel, mert egyébként ugye oda is azért hívták már meg az influencereket, hogy tudjuk képviselni az Európai Uniót, hogy a fiataloknak tudjunk erről beszélni, tehát ez egy tudatos megjelenés a közösségi médián. A politika igenis bele akar vonódni, mert tudják, hogy már ezt nézzük 0-24-ben. Legalábbis napi 5-től 8 órán át átlagosan már az emberek biztosan. Tehát ugye leszedik a tartalmakat, és például ugye az információs tartalmakat is eltávolítják. És itt ugye a Metánál is az izrael és palesztin konfliktust hoztam fel, a TikTokra ezt átvetítve. Nem csak információs, hanem, tehát nem csak hírek tűnnek már el, hanem tájékoztató tartalmak is, most ilyen nagyon kis fura témákat fogok neked például elmondani, veszély esetén sem tudsz tájékozódni, tehát sem második világháborúról tolzottan, például a Hitler neve az egy
elnémítandó név a TikTokon, nem beszélhetsz róla, például azt a szót sem mondhatod ki igazából, hogy zsidó, mert azért is flegelik rögtön a videódat. A hitleres az egyébként elég feltűnő, azt én is megfigyeltem, hogy valami oknál, ugye mindenki, ahogy mondja, osztrák festőként igen, reflektál róla bármelyik hozban. Így van, illetve a Motherless üggyel kapcsolatban én ugye az inszelek után kezdtem el kvázi nyomozgatni, mert ez egy külön mozgalma ezen beteges férfiaknak, és egyszerűen nem tudsz utána keresni TikTokon, mert szó szerint nem ad ki semmit. Hogyha a holokauszt után próbálsz keresgélni, akkor is rögtön kiírja neked a TikTok, hogy hiteles forrásból próbálj tájékozódni. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy ez már túlzás. És ebből fakadóan, mivel az Európai Unió ezt a saját térségében sem tudja megfelelően alkalmazni, az amerikaiak ezt a fajta moderálást sem képesek a saját területükön alkalmazni, akkor mégis az ő példájukon keresztül miót várhatnánk el Durovtól? Ugyanúgy szolgáltatnak ki információkat, ugyanúgy veszélyben tartják az embereket, már elnézést, ugyanúgy el tudnak náluk tűnni, mint dezinformációs, mint információs tartalmak, illetve már olyanról is hallottam, ez pedig nem annyira szélsőséges példa, de szomorú, hogyha mondjuk van egy családi csoportotok Messengeren, és a gyerekekről beküldtök fotót, olyat is hallottam már, hogy a csoportot bezárta a Messenger, mert azt hitték, hogy akkor az pornográf. Tehát egészen addig, ameddig a cégek nem hajlandóak komoly erőforrásokat annak érdekében megmozgatni, hogy embereket vegyenek fel moderátornak, mert tudom, hogy biztosan van ilyen részlege a Metának, csak nem elég. Ameddig ezt AI-jal akarják megtenni, és az AI már pedig nem képes ezt felismerni, addig ez az egész halálra van ítélve. Én úgy gondolom, hogy valamennyire szükséges lenne együttműködnie Durovnak is a hatóságokkal, már pedig pontosan azért, mint amit a Motherless üggyel kapcsolatban is mondtam, hogy tele van az internet az ilyen beteges, bűnelkövető emberekkel, akik azt hiszik, hogy amit csinálnak, az legális. A Motherless ügyben is a férfiak feltüntették a képek alatt, hogy minden, amit ők ott megosztanak, az legális. Nem legális, ezt el kellene vinnie mindegyiket a rendőröknek. Tehát én úgy gondolom, hogy szükség van a rendőrökkel való együttműködésre. A jelenlegi együttműködés formája azonban nem megfelelően kivitelezhető. Azt csak így a YouTube algoritmus és a hallgatók kedve jegyezném meg, hogy természetesen nem arról van szó, hogy itt mi most arról beszélünk, hogy a moderáció nem kellene, vagy hogy mondjuk azt, hogy valaki Hitlerről milyen kontextusban beszélnek, az nem számítana. Csak ugye pont azt emeljük ki, hogy mondjuk az, hogy kulcsszavak alapján meg mesterséges intelligencia algoritmusokkal próbálják megoldani, az nem biztos, hogy megoldást jelent. Viszont akkor, ha jól értem, szerinted függetlenül attól, hogy ezek a megoldások, amiket eddig a technológiai platformoktól láttunk, ezek nem megfelelőek, azért szerintem érdemes lenne megoldást találni. Tehát, hogy nem a, mondjuk, hogy akkor hozzunk egy másik példát, az Elon Musk féle Twitter, ahol egyébként ugye nincs szinte semmilyen jellegű moderálás, ezt például én is személyesen tudom tanúsítani. Most anél, plusz 18-as videóktól kezdődően minden bármi, meg tudja lenni. Mondjuk arról nem is beszélve, hogy én például véletlenül, amikor elkezdtem nézegetni, akkor így bele sétáltam, vagy bele bukkantam egy ilyen, hogy mondják ezt, ilyen antiszemita gyűlölet buborékba, meg stb. Tehát, hogy az is egy érdekes platformá vált az elmúlt időszakban, de akkor, ha most így a végleteket kéne felállítani, akkor szerinted, amit a Twitter alias X csinál, az sem megfelelő, illetve amit a technológiai óriások próbálnak véghez vinni, az sem. Igen, én azt képviselem, és ez mind a civileknek, mind pedig a közösségi média platformok vezetőinek tökéletes lenne egyébként, de erre nem akarnak költséget szánni. És ez a hiba. Márpedig rengeteg embert tudnának foglalkoztatni, és akkor emberek meg tudnák figyelni ezen tartalmakat, és eltávolítani őket. El kell ismernem, hogy ez idegrendszert próbáló munka, tehát erre igenis szűrni kellene az embereket, de nincs más opció jelenleg. És ameddig ezt így lesöprik magukról, nem csak az igazgatók, de a politikusok is, mert amikor az Európai Parlamentben voltunk, én a szóvivővel kezdtem el erről beszélgetni, és megkérdeztem őt, mert pont a TikTok kitiltása került szóba, és hát mivel én elsősorban ott vagyok jelen, ott kezdtem el, és hitvilágban is jobban tudok
hozzákötődni az igazgatóhoz, mint mondjuk a Zuckerberghez. Ezért én meg is kérdeztem tőle, hogy oké, hogy arra akarjátok őket rávenni, hogy filterezzék azt, hogy milyen tartalmak jelennek meg, de ez nálatok már a Metán sem működött, tehát mivel tudjátok azt nekem garantálni, hogy ez előbb-utóbb nem egy diktatórikus rendszerhez fog vezetni. Mert itt is az a probléma, hogy nem csak a dezinformációkat, hanem az információkat, a véleményeket, mindent eltávolítanak. És ezen a ponton, tehát itt már egy másik szintre el kell mennem a kommunikációba, tehát az én generációm és a most felnövő generáció még több időt tölt el a platformokon. Gondolom, azt már a szülők is észrevették, a nagymamák meg pláne, hogy a kommunikációjuk, amit a hétköznapokban alkalmaznak, teljes mértékben kezd egybecsengeni azzal, ami egyébként a TikTokon mondjuk elhangzik. Tehát ugyanazokat a szavakat használják, ugyanúgy nyilvánulnak meg, és én attól tartok, hogy hosszú távon pszichológiailag egy erős cenzúra, egy olyan környezet, ahol meg kell válogatnod azt, hogy mit mondhatsz, mit tekinthetsz meg, mert minden tiltva van, az hosszú távon ahhoz fog vezetni, hogy a közösségi médián kívül is cenzúrázni fogjuk magunkat. És szerintem ez nem jó irányba vezet. Ugye az mindig egy visszatérő kérdés volt ezeknél a platformoknál, hogy ki az, aki majd megmondja, hogy mi az információ és mi a dezinformáció, és ugye ez továbbra is azért egy nagy kérdés. Ugye... Jelenleg a Zuckerbergnek Biden mondta el. Láttad a nyilatkozatot? Abszolút. Ugye a Zuckerberg egyébként, erre is egyébként mindjárt átérhetnénk, mert ez is egy érdekes fordulópont volt, főleg ugye az amerikai közösségi média szabályozás történetében, ami természetesen tekintve, hogy a platformok nagy százaléka amerikai, ezért az a világ tekintetében is. Viszont ugye visszatérő kérdésként mindig fölmerül ez, hogy ki lesz az, aki kimondja a végső szót. És ugye nagyon sok esetben ugye pont, amit te is említettél, hogy az merül fel, hogy ezt a politikai adminisztráció akarja megmondani. Sok esetben, ugye a Twitter esetében egy irodában bezárt, klikkesedő, azonos világnézetet valló irodista csoport akarja megmondani, mert ugye lehet vádolni ugyan Elon Musk platformját azzal, hogy egy vadregényes dzsungellé vált az ideológiák és gyűlölet mindenféle verziójából, viszont abban, amit ugye eredetileg vádakat felhozott, abban viszont igenis igaza volt, hogy a Twitter esetében abból tartottak el például rengeteg embert, hogy ott ültek és moderáltak a saját elképzeléseik szerint, és ugye ott is például akár a Hunter Biden ügyben, akár más ügyekben egyértelmű volt, hogy hiába létezett moderáció, nem működött ott sem helyesen, és ott például voltak személyes moderátorok, a moderátorok jó nagy részét ugye Elon, sőt, majdnem a teljességét Elon Musk ki is rúgta. Így van, és ahogy mondtam, ugye a moderátorokat pontosan ezért kellene szintén nagyon, nem csak a mentális, hanem az ilyen, hogy mondjam, oldalra dőlési szemszögből is kifejezetten erősen megválogatni, mert ugyanaz megtörténhet, mint a politikusoknál, hogy lefizetik őket. És akkor itt jön egy enyhén provokatív kérdésem, hogy szerinted ez lehetséges-e? Mert ugye alapvetően egy kicsit olyan érzésem van, és akkor itt hoznék egy teljesen másik hasonlatot, mint amikor az emberek a szakértői kormánnyal jönnek, hogy a szakértői kormányt kéne alakítani, és amikor valaki szakértői kormánnyal rukkol elő, akkor vagy mondjuk akkor színes kormányt, vagy hasonlókat, akkor a politikai életben is ugyanezt látjuk, amikor kizárólag szakértőkről, meg kizárólag koalíciókról beszélünk, akkor abban az esetben nagyon sok esetben valóban az életképtelenség az, amit látunk ezeknél a politika eseteknél, és most nem akarom ezt közvetlenül párhuzamba hozni, csak létezik egy ilyen forgatókönyv, hogy tudunk-e, vagy tud-e az emberiség előteremteni egy olyan mechanizmust, ami a kettő szélsőség között valóságosan és tényleg stabilan meg tud állni, mert az embereknek lesz saját véleményük, és a politikai adminisztrációk azok pedig belünk maradnak még egy jó ideig. Egyébként valószínűleg pont emiatt a probléma miatt hivatkoznak a Meta moderátor AI-jára, mint független tényellenőrző. Nekem az a véleményem, most ezt így az elmúlt fél percben gondoltam ki, nem biztos, hogy ez működne, de én úgy gondolom, hogy tényleg egy sokszínű csapatot kellene létrehozni. Tehát az elkerülhetetlen, hogy mindenkinek van egy politikai véleménye. Mindenki gondol valamit, de akkor azt kellene biztosítani, hogy abban az irodában,
ahol megfigyelik a tartalmakat, ott igenis a politikai palettáról mindenki meg tudjon nyilvánulni. Tehát, hogyha valaki le akar szedni egy Hamásszal kapcsolatos tartalmat mondjuk, és ő azt hiszi, hogy mondjuk ez dezinformáció, akkor legyen mellette egy másik ember, aki mondjuk nem ugyanúgy gondolkodik, mint ő, és ő is ránézen, és akkor közösen el tudják dönteni, hogy akkor ez most veszélyes-e vagy sem. Mert a televíziók oldalairól, bármelyik másik médiuméről is szintén tűnnek el hírek, tehát nem az AI lesz a megoldás. Talán nekünk embereknek kellene jobban megtanulni egymással dolgozni, én inkább ehhez ragaszkodnék. És akkor még csak így kíváncsiságból... Idealisztikus, de meg kell próbálni. Meg kell próbálni. Ugye Elon Musk esetében van az a visszatérő elem, illetve az ő platform menedzselési szokása, és csak azért hozom őt megint példaként, mert ugye azon kevés platform tulajdonosok egyike, aki egyébként erről nyilvános és folyamatos kommunikációt folytat, hogy az ő esetében van az a logika, hogy valóban, tehát hogy megvannak a szélsőségek és a különböző véleménybuborékok, viszont ugye van két alapelv, amit eddig ő is kiemelt. Az egyik az, hogyha ezeket eldugjuk és elrejtjük, akkor tovább fognak burjánzani, mert nem lesz lehetőség arra, hogy nyilvánosan úgymond megmutassuk azt, hogy amúgy valóban ezek teljesen értelmetlen és agyament dolgok. A másik pedig az, és egyébként ez egy érdekes módszer, hogy az olvasói kontextus módszere, amely ugye úgy működik, hogy kikerül a Twitterre, vagy X-re elnézést kérek, ez még egy pár évbe bele fog telni, még ez átvált a fejembe, kikerül egy poszt, és alatta, hogyha a tartalom egyébként amúgy nem megfelelő igazságtartalmú, akkor a usereknek van lehetősége megfleggelni, és egyébként egészen jól működik, egészen odáig, hogy még Kamala Harris elnökjelölt posztjait is egyébként megfleggelték, és igen érdekes eredmények jöttek ki ebből. Ezekről az elképzelésekről, módszerekről mi a vélemény? A TikTok is így működik egyébként. Voltak olyan időszakok, amikor nagyon szélsőségesen rosszul működött a TikTok ilyen szempontból egyébként. Én most visszautalnék azt hiszem mondjuk a 2019-20-21-es időszakra, amikor, hogy mondjam, ilyen kontrollálhatatlanul tiltottak mindent és mindenkit. Én nekem nem változott meg a politikai véleményem, de akkor 100-szor annyi videót szedtek le az oldalamról, mint mondjuk most. Bár ez lehet, hogy köthető ahhoz, és ezt már korábban ugye a Tamásnak mondtam, hogy én egyébként írtam az igazgatónak erről, és azóta nem igazán szednek le tartalmat. Nekem az elmúlt 2 évben az első videóm talán, amit eltávolítottak, az a Pavel Durovos volt. Ezért éreztem azt, hogy ez politikai indítatású volt. Tehát az a baj a jelentgetéssel. Bocsánat, ne haragudj, csak azért szúrnék közben, hogy nem teljesen jelentgetés, mert nem lehet leszedetni a tartalmat, csak megjelenik egy ilyen kis alsó kis box, egy ilyen kis fehér mező, amiben odaírják, hogy Readers Edit Context, hogy a bejegyzésben elhangzott XY az nem stimmel. És ott is ugye az van, hogy kell egy bizonyos mennyiségű jelentés, úgymond jelentés, hogy egyáltalán megjelenjen ez a doboz. Viszont, hogyha már elegen jelzik, hogy ez nem stimmel, akkor megjelenik egy ilyen kis doboz, hogy kontextus, hogy izé. És ugye azért is más ez, mint hogy amit a többi platform csinál, hogy nem szereti le, viszont egyébként és a saját önbevállalás szerint... De ez talán még aljasabb, és tudod, hogy miért? Mert fennmarad a videó, csak alatta ki van írva, hogy hazudsz. Tudom, azt egyébként pontosan emiatt rendkívül büszke egyébként erre a találmányára, idézőjelben találmányára, hát, hogy szerinte ezzel úgymond megvan oldva a probléma, hiszen nincs letiltva a tartalom, ellenben az igazság azért mégiscsak felkerül a térképre. Hát. Vagy ez szerinted túlságos, ha már idealizmusról beszélünk, akkor ez túl idealista, vagy ez nem működne minden én mindig ahhoz ragaszkodnék, hogy legyenek kiválasztva bizonyos szempontok alapján emberek, és inkább ők moderáljanak, mert a TikTokon láttam, hogy ez nem működik, ott ugye le is szerik ezért a videókat. Sőt, hogyha valakinek nem vagy szimpatikus, rád küldi a családját és a baráti társaságát, és egyszerre 30-40-en elkezdik jelenteni a videódat, akkor leszedik. Ha ugyanez működik Metán, X-en, tehát szerintem nem kellene mindenkinek hagyni, hogy random jelentgessenek mindent, vagy talán egyfajta kooperációban kellene ezt az egészet elképzelni, hogyha látják a moderátorok, bár valószínűleg akkor ezt is még a tényellenőrző, független tényellenőrző moderátor még ezeket a jelentéseket lecsekkolja, szerinted? Ezt most őszintén megmondom, nem tudom. Azért nem, mert ugye a Twitternek a moderátori csapata az olyan, mint Kalambó felesége, hogy sose hallunk róla, amióta megvette Elon Musk, azóta meg különösen. Úgyhogy lehet egyébként így van.
Igazából csak azért tettem fel ezt kérdésként, mert ugye Elon Musk az tényleg aktívan kísérletezik. Tehát az ő esetében az van, hogy nem is azt állítja egyébként, hogy feltétlenül a platformja tökéletes, Ámbátor azt viszont igen, hogy szerinte kísérletezni kell, és hát próbálkozik. Én ezt tartom helyesnek, hogyha mindenféleképpen meg akarjuk ezt a funkciót tartani, hogy a felhasználók is tudjanak jelenteni tartalmakat, akkor azt viszont mindenképpen még a továbbiakban a moderátoroknak is ellenőrizni kellene. Tehát azt nem szabad hagyni, hogy random 100 jelentés után valakinek egyszerűen elveszen a posztja, vagy pedig, ami szerintem rosszabb, fel legyen alatta tüntetve hatalmas betűkkel, hogy vigyázz, mert ez az ember hazudik. Igen, ez is egy érdekes. Mondjuk, amennyire én emlékszem, egyébként ott 90%-ban mondjuk lehet, hogy én tényleg csak a jó példákat láttam, azért álfajta jól működött, viszont akkor átkanyarodva Mark Zuckerbergre adásunk végéhez közeledve, hiszen ugye az Egyesült Államokban is, meg ugye természetesen a nemzetközi színpadon is nagy port kavart az, amit ő ilyen beismerésként, bevallásként megtett. És ugye számomra azért volt elképesztő ezt végignézni, mert én még emlékszem arra, hogy a kampány főszezonjában, amikor Hunter Biden laptopjának a kérdése pörgött folyamatosan, akkor ez egy ilyen összeesküvés elméletként a legjobb leginkább jobb oldal, ilyen Alex Jones féle platformokon jelent meg, hogy fú, hát így cenzúrázzák Hunter Biden laptopját. És hát ugye én tipikusan egy olyan karakter vagyok, és akkor itt hallgatóknak így meggyónom, hogy én amúgy alapvetően gyűlölöm az összeesküvés elméleteket, és általában igyekszem is három lépés távolságot tartani tőlük, meghallgatom nagyon sok esetben, de azért bennem van egy ilyen velem született diszonancia, hogy én nem szeretem ezeket. Viszont azért azt végignézni, hogy ezeken a platformokon, és Alex Jones, most elnézést kérek, lehet, hogy nem tudom, hogy ki az, aki esetleg szereti Alex Jones-t, éppen Alex Jones esetében is úgy vagyok vele, hogy nem tartom feltétlenül, hogy mondják ezt az emberiség számára hasznosnak, hogy ő az online térben tartalmakat gyárt, viszont azt végignézni, hogy Alex Jones platformjáról a hivatalos Zuckerberg nyilatkozatig ez az elmélet, miszerint, és akkor itt, ha valaki esetleg nem hallotta volna, szóval konkrétan ki is mondva, a Mark Zuckerbergék aktívan korlátozták, cenzúrázták a Hunter Biden féle sztorinak az arról való tudósítást, méghozzá nem másnak a nyomására, mint a Biden adminisztrációjára, azért ez számomra egy igencsak meredek élmény volt. Így van. Én azt gondolom az összeesküvés elméletről, mint kifejezésről, hogy pontosan ezért veszélyes esetekre is felhasználható. Tehát simán képesek arra, hogyha mondjuk a médiumokra is nyomást gyakorolnak, hogy egy teljesen realisztikus és tényleg megtörténő problémáról elhitessék a nagy közönséggel azt, hogy az is csak egy konteó. És itt is én úgy gondolom, hogy éppenséggel ez történt. És én az emberek pszichológiáját talán ilyen szempontból nem tudom megérteni, hogy miért annyira elképzelhetetlen számukra az, hogy egy közösségi média platform igazgatóját vagy a médiumokat próbálják befolyásolni, miközben a hétköznapokban ez folyamatosan megtörténik. De én is azt tapasztaltam még 10 évesen, amikor erről elkezdtem tartalmat gyártani, hogy csak is azért, mert ilyen problémákról beszélek, már is alt-righthoz soroltak engem. Tehát ez a konteós, meg nem tudom mi, miközben ez gondolom, teljesen... Gondolom, te nagyon örültél ennek nagyon, a kategóriának. Nagyon örültem, nagyon le is szittem az újságírót, azóta se írt rólam cikket egyébként, de én úgy látom, hogy a realisztikus problémákból is direkt próbálják azokat az embereket hülyének nézni, akik átlátják, hogy ezek jelen vannak, és próbálják erre a civilek figyelmét felhívni. Bár azon a ponton, és ez már nem a politikai oldala, hogyha egy ember nem képes azt elhinni magáról, hogy próbálják őt manipulálni, akkor nem tudom, hogy azokon lehet-e segíteni. Tehát itt tényleg olyan szintű megvezetés történik, és hogyha még azon a ponton se hiszik el nekem, miután már Zuckerberg is arról beszélt, hogy őt igenis a Biden próbálta befolyásolni, mert én a mai napig vitázok erről egyébként a TikTokon, meg egyéb közösségi média platformokon, akkor én már nem tudok mit tenni. Csak hogy teljesen értsem. Igen. Mi Zuckerberg nyilatkozata után is vannak, akik azt állítják, hogy ez nem történt meg? Így van. Én általánosan már nem csak a politikusok...
és a politikusok által gyakorolt nyomásról beszélek a közösségi média igazgatókra, hanem most már az influencereket is beszoktam vonni ugye ebbe a kommunikációba, és hiába hozom fel ezeket a példákat folyamatosan, hogy mi történik Zuckerberggel, a TikTok igazgatójával, a Telegram igazgatójával, vagy éppenséggel hova hívják meg az influencereket vacsorázni, milyen támogatásokat kapnak, vagy milyen partikra mennek, vagy éppenséggel milyen kampányeseményekre járnak énekelni. Ezek mind politikai események, nem csak Magyarországon, hanem globálisan. Aktívan, mint a szórakoztatóipar szereplőit, mint pedig a tartalomgyártó közösséget próbálják már a politikába belevonni. És a mai napig úgy vélekednek erről nagyon sokan, hogy ez egy... Nem a konteórá talán a legjobb kifejezés, hanem hogy vészmadárkodsz. És akkor a vészmadárkodást még így folytatva egy picit az adásunk végére, akkor visszatérve, visszakanyarodva, hogy így kerek képet kaphassanak hallgatóink Durov esetére, ugye fölmerülhet kérdésként, hogy mi fog történni bizonyos forgatókönyvek esetén, ha Durovval ez vagy az történik, és ugye azért is említeném ezt meg, mert... ugye pont az elmúlt napokban látott napvilágot egy elemzés arról, hogy egy korábban még az Európai Unió, az Interpol akciójának következtében megszerzett, nem tudom, esetleg bizonyos hallgatóink talán ismerik, vagy emlékeztek erre az üzenet szolgáltatásra, volt egy Sky Messages elnevezési platform, ami egyébként a titkosítással, illetve azzal a funkcióval vált népszerűvé meg híressé, hogy lehetett adattörlést kérni, és egyébként kísérteties hasonlóságokat lehet felfedezni Durov, illetve ennek a cégnek, a vezetőjének a története között, annyi különbséggel, hogy egyébként idő után már ők próbáltak egyébként együttműködni, viszont ennek következtében a platform felhasználói kezdték el törölni a tartalmaikat tömegesen, és ott például az történt, hogy egy hacker támadás következtében megszerzett a rendőrség egy hatalmas mennyiségű adatfolyamot, és évek óta egyébként ebből dolgozva számolnak fel droghálózatokat, illetve hasonló dolgokat, és ezért is vetném fel így adásunk végén azt a kérdést, hogy szerinted Durov esetében mi lenne az ideális forgatókönyv, hogy hogyan lenne mindenki számára a legmegfelelőbb, ha ez az egész bírósági ügy alakul, hiszen egyik oldalról Durovnak ugye van az a lehetősége, hogy megpróbál együttműködni, viszont ebben az esetben ugye a platformjának a megbízhatósága vagy a kreditje sérülhet, viszont ha meg nem működik együtt semmibe, illetve továbbra is az együttműködési készségét azon tartja azon a szinten, ahol eddig volt, akkor meg lehet, hogy ő maga kerül börtönbe, arról nem is beszélve, hogy mondjuk a létező felhasználók életét ez hogyan befolyásolja. Voltak elemzések arról is, hogy az orosz-ukrán fronton teljes halegységek kommunikálnak a Telegramon keresztül, és ha azok mondjuk kiszivárognak, vagy annak valamilyen adatsérülése van, megint csak beláthatatlan következmények. Melyik forgatókönyv lenne a legjobb szerinted? Most még a háborúhoz visszacsatolva, azt azért el kell mondanunk, hogy a Telegramon rengeteg olyan videó, fotó és információ is nyilvánosságra került, vagy eljutott az újságírókhoz, amiről egyébként nem tudtuk volna most. Ez alatt azt értem, hogy mondjuk foglyokat bántalmaznak, és ezek alapján tudják őket a későbbiekben megmenteni. Tehát ezeknek a tartalmaknak, még hogyha elborzasztóak is, néha vannak pozitív hozadékai, mert meg tudják ezeket az embereket menteni. Hogyha börtönbe kerül Pavel Durov, akkor szerintem búcsúzhatunk egyébként a szólás szabadság eszményétől, de nem hiszem, hogy ez az embereket túlzottan meg fogja hatni, ugyanúgy élni fogják másnap az életüket. Most ha folytathatom, csak akkor viszont szerinted, ha börtönbe kerül, az tényleg a szólásszabadság elleni közvetlen támadásként értelmeznéd? Már a jelenlegi szabályozás is ezzel szemben van. Így van. Én így gondolom, és ezt fejtettem ki az Európai Parlamentben is. Azonban, hogyha az életét nézzük, nem tudom, hogy mennyire lehet most a való életben erős személyisége, de talán a 20 év őt is annyira megrémíteni, hogy talán próbálna kompromisszumot kötni. Én úgy gondolom, hogy mivel nagyon erős a jelleme, valószínű, mivel mindenkinek beszól, mindenkit leural, mondhatjuk így. Én úgy gondolom, hogy ő még mindig nem akarna túlzottan együttműködni a hatóságokkal, akkor talán az lenne számára a legjobb megoldás, hogy egy saját, általa kiválasztott moderátori csapatot hozzon létre Európában is.
mert azt ő irányítja. Tehát most egy vezetői pozícióban lévő férfinek az agyával gondolkodom, hogyha nem akar külső erőt beengedni, akkor ő saját erőt fog létrehozni a saját kis szabályainak megfelelően. Én úgy gondolom, hogy akkor neki talán ez lenne a megfelelő. És ott akkor talán valamilyen jellegű együttműködés a moderátori csapat és a hatóságok között megvalósulhat, de abban viszont nem hiszem, hogy át fogja engedni teljes mértékben a hatóságoknak a telegramot, mert akkor feladná azt a munkát, amiért eddig megküzdött. Márpedig ő országokba folyamatosan, tehát ő elment az otthonából pontosan azért, mert emiatt üldözték, és inkább a világot járta. Tehát szerintem ez neki nem egy másodlagos dolog, ő erre feltette mindenét. És utolsó kérdésként még azt vetném fel, hogy és akkor most, hogy összeesküvés elmélet vagy sem, azt most így a kifejezéstől tartózkodok, viszont ugye olyan elméletek is fölmerültek, hogy például a francia állami szervek azok igazából információkat szeretnének megszerezni mondjuk orosz kommunikációkról, ugye említettem, hogy a háború során egyébként mind a két fél aktívan használja, és mondjuk látsz esetleg arra lehetőséget, vagy arra forgatókönyvet, hogy nincs igazából mondjuk az asztalon az összes kérdés, az összes kérdőjel, ami a francia részről a Durov felé van, és mondjuk a háttérben köt egy olyan egyességet Durov, ami mondjuk nem biztos, hogy a nagy nyilvánosság előtt látszani fog, mondjuk mit tudom én, most említsünk egy példát, nyit egy hátsó kaput mondjuk bizonyos kommunikációs csatornák felé, ám bátor ugye nyilvánosan mondjuk kiderül, hogy igazából a franciák visszakoznak, elengedik, stb., és nem kényszerül arra, kicsit hasonló módon, mint ahogy Elon Musk mondta, hogy kapott egy deal ajánlatot, amit egyébként visszautasított. Szerinted, hogy hasonló ajánlatot kap, mint Elon Musk állítása szerint kapott, akkor ebből fog-e valaha is látszódni bármi nyilvánosan? Látható lesz ennek bármilyen következménye, vagy ezt már tényleg szerintem olyan középujjas fotóra kell akkor számítani. Nem viccelek, tehát ő az egész életét így élte le, nem hiszem, hogy ennyitől meg fog ijedni, és nem gondolom azt, hogy a saját embereit elárulná. Azokat az embereket elárulná, akikkel fel tudta építeni ezt a platformot. Nekem most az eddig tapasztaltak és látottak alapján a személyiségéről jelenleg ez Réle. Ez egy tökéletes végszó. Nagyon köszönöm szépen köszönjük. Tóth Bettinának.